Tisztelt szülők, nagyszülők, kedves vendégeink, rokonok, barátok, ismerősök, régi diákok, kedves tanárkollégáim, és természetesen nagy szeretettel köszöntelek benneteket, nagyon csinosan, végül is csinosan felöltözött 12-es végzős diákjaink, illetve az osztályfőnökötöket osztályfőnököt is nagy szeretettel köszöntöm. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm körünkben Német Angéla alpolgármesterasszonyt, Köszönöm, hogy itt van velünk. Vince Csaba urat és Berki Gábor urat, a szülői munkaközösség vezetőit. Remélem, hogy jól érzik majd magukat körünkben, ahogy ezt szokták, bízom benne. Az egyik nap, az egyik kollégámmal elkezdtünk számolgatni, hogy hanyadik szalagavatunkat tartjuk most itt ma. Fiatal iskola lévén mi 2002-ben érettségiztettünk először, és elég manuális módon kiszámoltuk, hogy nem a 15 hanem a 16 évfolyam vagytok ti, akik idén el fogtok ballagni tőlünk. A mellettem álló osztályfőnök a második osztályát ballagtatja el, és nálunk nem négy évig vannak a diákok, hanem nyolc évig. Nyolc év osztályfőnökség hihetetlen feladat, azt hiszem, hogy aki ezt már egyszer is kipróbálta, tudja, hogy milyen felemelő és milyen nehéz dolog. Külön köszönöm. Úgyhogy kicsit játszottunk a számokkal, és minden évben elmondom a szalagavaton, hogyha jó hírt tudok mondani, most is tudok jó hírt mondani. Ismét előrébb lépegettünk a középiskolák rangsorában. Kétszer voltunk 81-ek, egyszer 61-ek, most pedig 55-ek. Ezt mondom egy kicsit azért is, hogy érezzétek ennek a súlyát és ennek a felelősségét. Egy fiatal iskola diákjai végzősei vagytok, de remélem, hogy öregbíteni fogjátok azt a hírlevet, amit az elődeitek megkezdtek. Hoztam egy bölcs mondatot, és minél rosszabbul látok, annál nagyobb betűvel írom a beszédeimet, mert a szemüveget nem szeretném most felvenni, hogy rövid leszek, ígérem. Tanulj meg vidáman várakozni, Egyél, így áll, táncolj, élvezd a jelenedet, és ne ronsd el azzal, hogy türelmetlenül vársz valamit vagy valakit. Ez egy ravasz életművész tanács. Egy fontos mondat van csak benne. Élvezd a jelenedet. Bármilyen hétköznapi, bármilyen ünnepi is az. Az életünk tulajdonképpen egy gyöngysor. Minden nap minden óra egy-egy rajta. Ha nem ragyog külön-külön mindegyik, akkor szürke lesz az életed. Azt várni, hogy holnap vagy holnap után megváltja valaki a jelenedet, hamis reménység és önbecsapás. Mert holnap után már újra várod a holnapot, és a holnap a jövő hónapot és a jövő évet. Ha nem tudsz teljes szívvel és lélekkel a jelenben lenni, Soha nem jön el a beteljesülés, a boldogság. Az akkor most van. Hiddel. Ez egy ősi szamuráj mondás. Ők ezt olyan tökére fejlesztették, hogy meg a következő percre sem gondoltak. Ebben az abszolút jelenben tudtak létezni, és verhetetlenek voltak. Miért? Mert nem féltek. Az ellenfél kalkulált, félt, tervezett, Vágyódott a győzelemre, és rettegett attól, hogy veszthet. A szamuráj nem félt, mert bölcs volt, és megélte a pillanatot. Vidámon várakozni azt jelenti, hogy olyan mértékben éled és élvezed a jelenedet, hogy valójában nem is várakozol. Nem azért élsz, hogy túljuss valamin, hanem azért, hogy élj, és gyönyörködj a pillanatban. Lépj ki a mókus kerékből. És van még egy haszna ennek az ősi tanácsnak: hamarabb teljesülnek a vágyaid. Minden vágyunk akkor szokott igazából teljesülni, amikor már nem is vágyunk rá annyira. Majd egyszer észreveszitek talán az életetekben. Hogy, kap, hogy kapcsolódik ez a szamuráj közmondás vagy szólásmondás a László Gimnázium és Szalagavató bájához, a mai estéhez? A mi életgyöngysorunkban a mai este egy ragyogó igaz gyöngy lesz, én ebben bízom. Ugyanis mindenki szeretettel, odaadással, igyekezettel készült, és hogyha el is rondunk majd egy-egy lépést ezen az estén, senkit nem fog különösebben zavarni, mert a lényeg nem fog változni. Meg fogjuk élni ennek az estének minden pillanatát, és ezekre a pillanatokra mindig emlékezni fogtok. Később is, tíz év múlva, sok-sok évtized múlva is. Vidáman, mosolyogva, szeretettel és jókedvel. Az utolsó próbáitok egyikén odamentem mentem hozzátok, és azt kérdeztem tőletek, hogy tudjátok-e igazából, hogy miről szól ez a szalagavató, miért vagyunk ma itt. Néztetek rám, hogy igen, felteszünk majd egy szalagot, és táncolunk. Kinek? Magatoknak, vagy a szüleiteknek, vagy nekünk? Kinek? Mindannyiunknak, én úgy gondolom. Hivatalosan természetesen arról szól, hogy lassan a célegyenesbe kerültök, lassacskán felnőtté váltok, hamarosan érettségizni kell, és egy utolsó nagy vigadozással most elengedjük ezeket a problémákat, kicsinosítjuk magunkat, felveszünk a legszebb gyöngysorunkat, és megéljük ezt a mai estét. Aztán lesz egy afterparty, ahol remélem mindenki László Gyuláshoz méltóan kedvesen, aranyosan, a másikra vigyázva fog mulatozni. Aztán hétfőn elindul a munka, és folytatjuk ott, ahol abba hagytuk, elkezdünk tanulni, talán egy kicsit komolyabban, még mindig nem késő. Valójában miről van szó? Ugye akkor azt mondtam nektek, hogy ezen az estén nagyon szépnek kell lennetek. Ez a szép fogalom, ez egy nagyon érdekes dolog. Szépnek kell lenni a szüleitek számára, ugyanis ők most gyönyörködni fognak bennetek, hogy egészséges, életteli, fiatal gyerekek, felnőttek vagytok. Jó, hogy sötét van, mert kicsit párás lesz a szemük, és nagyon sok könycsepp is elfog azért itt most szépen gördülni az arcokon, még talán nektek is csodálkoznak majd, hogy mikor történt ez, mikor nőtt fel az én kislányom, mikor nőtt fel az én kisfiam, mikor lett ilyen komoly gyerek, vagy ilyen aranyos, kedves gyerek. Szóval ez a szalagavatás, ez egy nagyon izgalmas kérdés, jó látni benneteket, és nekünk tanároknak talán az az öröm ebben, hogy mi minden évben részt vehetünk ezeken az ünnepségeken. Mindig-mindig újra átélhetjük ezeket az élményeket, és mi is minden alkalommal rácsodálkozunk, és mindig meghatódva nézzük azt, hogy mennyire ügyesek és szépek vagytok. A végére mindig elkészül az öltöny, elég hosszú lesz a szoknya, megérkezik a számla, minden-minden-minden gond és baj azért csak-csak elszáll, és amikor kijöttök majd a színpadra, akkor izgalomtól, pirosan, de azért boldogan végig fogjátok szépen csinálni ezt az estét. Úgyhogy én nem is nagyon húzom tovább az időt, emlékezzünk a bölcs szamurájra, éljük meg ezt a pillanatot úgy, ahogy azt illik. Mindenkinek köszönöm, aki a mai este szervezésében részt vett. Nézem a papírom, hogy kihagyjak valakit. Elsősorban Csizmadi Zsókának, Molnár Marikának és a 11. G. osztálynak, Varga Kammerhoffer Lillának, Gondor Katinak, és a 8. G, 8. F palotásozó testvér 8. osainknak, a tánztanárjainknak, Márta nénének, nem tudom, hol ül most, Andreának, Orsinak, aki a mi diákunk volt, a stúdiósoknak, és mindenkinek, mindenkinek, aki a mai est sikerér egy picikét is tett. Élvezzétek a mai estét, mert ez a ti estétek, Legyetek nagyon csinosak, szépek, vidámak, felszabadultak. A bált ezennel ünnepélyesen megnyitom. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.